Így néz ki jelenleg Bátaszék fő utcájának egyik járdaszakasza. Hamarosan azonban teljesen megújul az egyik gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat előtti járda a Budai úton. Közel 260 folyóméterben új járda épül. A régi járda már több helyen balesetveszélyes volt, és ennek a járdának a felbontását követően egy új térkőburkolatú járdát fog építeni a kivitelező. A 25 millió forintos beruházást részben önkormányzati, részben pályázati forrásból valósítják meg. Bozsolik Róbert, a település polgármestere azt mondja, a bátaszékiek régi vágya válik ezzel valóra. Már csak azért is, mert ugye egy orvosi rendelőt, egy gyerekorvosi rendelőt, egy védőnői szolgálatot is közelít meg, és hát már a kismamák is jelezték, hogy hát igen nehéz babakocsival közlekedni ezen a szakaszon. Éltünk is a lehetőséggel, és benyújtottuk a pályázatot, és hála jó Istennek kedvező elbírálásba részesültünk. Emellett igyekszünk a város egyéb járdaszakaszait is felújítani. A város önkormányzata 2015-ben indított el egy másik programot, aminek a lényege, hogy a helyieket bevonva kívánják rendbe tenni a rossz állapotban levő járdákat. A település hozzájárul az anyag költségeihez. Erre éves szinten 1,5 millió forintot biztosítanak a lakosoknak.